A művészeti oktatásunkban legnagyobb elismerésnek azt érezzük, amikor sikerül olyan gyerekekre találni, akikben olyan érdeklődést alakíthatunk ki, amelyek középiskolásként, illetve később felnőttként is a vérünkbe ivódik. És az előzőekben egy ilyen példát láthattuk, mert hadd mondjam el, hogy valamikor Vezes Ádám az én kis tanítványom van. Az eltelt időszak alatt már készíthettünk volna olyan falat, amelyre feliratként a büszkeségeink szó kerülhetne. A most következő percekben és egy olyan fiatalemberrel fogunk megismerkedni, aki művészeti iskolásként néptáncolt éveken át, zongorázni tanult, sőt, az előbb látott Ne felejts, citera zenekarnak is tagja volt. Ilyen előképzettség után választotta a debreceni Adi Gimnázium drámatagozatát, ahol a színjáték mellett jól kamatozhatja zenei ismereteit is. Meglepetés ajándékként ma nekünk zongoradarabot hozott. A hangszerhez általában mi a komolyságot társítjuk. Most következő előadót meg szeretném mutatni, hogy mennyi könnyedség rejlik ebben a hangszerben. A zongora billentyűi mögé fogadják szeretettel másik tanítványomat, régi tanítványomat, Kozák Ádám